Szezon idején ide pakolják a beérkező almát a teherautókról a vásárosnaményi feldolgozóban. Innen kerül a gyümölcs az üzemi részbe, majd feldolgozást követően jellemzően sűrítmény formájában a hűtőtartályokba. Itt múlt héten fejezték be az ipari megy felvásárlását, most következik majd a vad és nemes bodza, valamint az alma felvásárlása. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek több mint 200 tonna almát terveznek az adott évben feldolgozni, augusztus 1-ig írásos szerződéssel kell lefedniük a teljes feldolgozandó mennyiség legalább 60%-át. Az Austria Juice-nál évente 2-3 ezer termelővel kötnek ilyet. Már májusi időszakban elkezdjük ezen szerződésnek a kötését, ebben az időszakban viszont igen nehéz, szinte lehetetlen a következő, előttünk álló szezonban lévő alapanyagár beslése, illetve meghatározása. Ezért ennek megfelelően az előző években az alapanyagára vonatkozó szakasznál szerződéseinkben napi árat említettünk. Ezt azonban egy törvényi módosítás miatt 2019-től módosítanunk kellett, és vagy fix, vagy pedig egy képettes számítható árat kell alkalmaznunk. Az előző két évben képettes árat, ebben az évben viszont fix áras meghatározást alkalmazunk a szerződéseinkben. Idén augusztus közepén kezdődhet az alma felvásárlás szezonja. A termelőkkel kötött szerződések mindkét félnek biztonságot jelentenek. Utóbbiak ezáltal tudhatják, hogy biztos piaca lesz a terményüknek, és az árakkal is tisztába kerülnek. A feldolgozó pedig a várható termés mennyiség miatti bizonytalanságukat mérsékelhetik ezzel. A vásárosnaményi cég ügyvezetőjét az idei kilátásokról is megkérdeztük. Az előzetes prognózisok, amik májusban készültek, igen jó csúcstermést jósoltak. Magyarországon mintegy 800 ezer tonna almát, ezt követően viszont május, június és július hónapban bekövetkezendett aszály, illetve a májusi kisebb fagyok hatására ez a termésmennyiség jelentősen csökkent, így egy átlagos vagy pedig egy átlag alatti évet jósolnak most a szakemberek. A felvásárlóknak tehát most vasárnapig kell megkötniük a szerződéseket. A kötelezettség betartását a NÉBIH, valamint a megyei kormányhivatalok ellenőrzik. Megszegés esetén 10 000-től 50 millió forintig terjedhet a bírság.